Műsorunk tartalmából. Ismét igazolást nyert, hogy jó ötlet a nagy sportág választó. Kőkemény meccsen nyert a TAC férfi kézilabda csapata. Az utolsó három hazai mérkőzését megnyerte a TAC NB1B-s kézilabda csapata. Ennek eredményeként megerősítette helyét a középmezőnyben. Lassan a végéhez közeledik a bajnokság, már csak két forduló van hátra. Ebből az egyikben a Pécs ellen hazai pályán játszik, az utolsó meccsen pedig Győrben lép pályára. A mostani ellenfél a Pécs ellen ősszel idegenben 27-27-es döntetlent játszott a csapat. Ezúttal hazai pályán hazai gólokkal kezdődött a meccs. A Kisék Máté, Jancsó Szám, Kanyó Bence, Kisék Bence, Szövérfi, Kanyó Ádám csapata harmadik percben már 3-0-ra vezetett, mire a vendégek edzője azonnal időt kért. A negyedik percben büntetőhöz jutott a TAC, Szövérfit rántották le a hatoson, Kanyó Ádám állt oda, és lövése Szentekapus és a kapufa érintésével került a hálóba. A hetedik percben emberhátrányba kerültünk, számot talán túl szigorúan állították ki a bírók, és még hetest is dobhattak a vendégek. Hidasi büntetőjét Kisék Máté lábbal védte. A 11. percben szép hazai támadást Jancsó fejezett be góllal. Kisék Bence remekül vette észre a jobbról befutó szélsőt, aki a védők mögül talált a hálóba, 6-2-re vezetett a TAC. Csökkent a figyelem, két zicserünk is kimaradt, szente bravúrokat bemutatva védett, és a 13. percben már csak egy gól volt a különbség, 6-5. Amikor jól védekezünk és labdát szereztünk, tudtunk gyorsan indulni, jöttek a gólok, vagy büntető következett. A 16. percben Kanyó Ádám már a harmadik hetesét lőtte be. A 21. percben a játékvezetők a vendégek edzőjének sárga lapot adtak reklamálásért, de tovább folytatta, így 2 percet mutattak, ami azt jelentette, hogy emberhátrányba kerültek. Kanyó Bence gyorsan ki is használta egy jó bejátszás után, beállóból lőtte a 11. tatai gólt. A jó védekezéseknek, a jó befejezéseknek köszönhetően a 13. és 22. perc között nem tudott a Pécs gólt szerezni, 6-5-ről 13-5-re alakult az eredmény. Ismét egy jó emberhátrányos védekezés mutatott be a TAC, és a gyors támadás végén Jancsó lőtt gólt. Az első félidő utolsó néhány percében mindkét oldalon kimaradtak a lehetőségek, de jelentős 7 gólos tatai vezetéssel mentek pihenőre a csapatok, 15-8. A szünet után az első vendéghelyzet kimaradt, míg a másik oldalon Kanyó Ádám zicserben lőhetett, de Gubica remekül védett. A 37. percben a jobb oldalon Kanyó Ádámot rántották le a vonalon, amiért 7-est ítéltek a játékvezetők. A sértet végezte el, ismét betalált, ez volt az 5. gólja. A 43. és 46. perc között 3 gólt kaptunk, lőni nem tudtunk, így a vendégek 21-18-ra feljöttek. A 48. percben pécsi időkérés következett, talán úgy érezte Kovács edző, hogy van esélyük a fordításra. Az időkérés után a vendégek támadtak, aminek a vége büntető lett, Halasi állt oda és belőtte. Sorozatban hagytuk ki az ittszereket, ezért nagyjátettük Gubicát, aki remekül érezte a szándékokat. A kisebb hazai hullámvölgy után kezdett magára találni a TAC, és az 51. percben a Kisék lerántásáért kapott büntető, majd az ebből lőtt Kanyó Ádám gól ismét 5 gólos előnyt jelentett. A játékvezetők elég furcsa ítéleteivel az 54. percben 2 ember hátrányba kerültünk. Sibalin edző időt is kért, egyébként 6-2 volt a kiállítási arány. Ez sem törte meg a csapatot, Cén az ittszert védett, míg Szövérfi messziről kilőtte a felső sarkot. Az 55. percben Sibalin edző ismét időt kért. Hazai időkérés után vagyunk, hogy önök is láthatják, 2 ember hátrányba vagyunk még. 15 másodpercig és 26-20-ra vezetünk, közel 5 perccel a vége előtt ezen a borzalmas, izgalmas és nagyon kemény mérkőzésen. A blokkról lepattanó labda számhoz pattam. Szövérfi az előbb hatalmas gólt lőtt ember hátrányban. Most már csak egy hátrányunk van, de mire kimondom, már lassan
ki is egészülünk, és akkor most már belül vagyunk az utolsó 5 percen. És a játékvezető most egy teljesen semleges esetben kiállítja a vendégek játékosát. Ezzel javít a kiállítás arányon, eddig 6-2 volt. 6 tasz és 2 vendégjátékos volt a kiállítás korszán. Hát mind a két edző nevetve könyveli el, de nézzük a tasz támadását. Szám. Majdnem sikerült bejátszani, de visszajött hozzá a labda. Vendégek edzője már passzívot. Lehet, hogy ettől félt Szám is, és inkább ellopta. Továbbra is 6-tal vezetünk, most a vendégek vannak ember hátrányba. Középen Hidasi adja a fazont. Eddig 7 gólos. Magasan a legeredményesebb a vendégek közül. Nagyon szépen felemelkedve a védők fölé Pető. Ezzel 4. gólját szerezte. A hazai kapuban Kiség Máté kezdett, és most a második főrű közepétől Szérna Tibi a kapuban. Volt 2 nagyon nagy zicsere akkor, amikor egész közel kerülhettek volna a vendégek. Belül vagyunk most már az utolsó 4 percen, és még 45 másodpercig ember előnyben játszunk. Jó lenne góllal befejezni ezt a támadást. Nincs szerencsénk. Endrédi hagyott ki egy zicsert, de hozzá kell tenni, hogy Gubica nagyon jól véd a vendégeknél. Szélna pedig lekapja magasból félkézzel. Ezzel nagyot nőtt a nézők szemében is. Az öreg Róka már, ha megbocsátja így a közvetítésben. 3 perc van hátra, mindjárt kiegészülnek a vendégek, de még mindig 5 gól az előnyünk. Maradt továbbra is 5, Gubica megint nagyon jól védett. Azért nem kéne nagyon közel engedni őket, bár szerintem a győzelem már nem foroghat veszélybe, főleg így nem, hogy sáncról kipattan a labda, sarokdobással jöhetnek a vendégek. Hidasi, Fekete és Pető játszik ott középen. Beállóba pedig Szakcsit tologatják ott, miközben az előbb említett Pető újabb gólt szerez. Az 5. 26-22, tehát 4 gól van, fél időben 15-8-ra vezetett a hazai gárda, de most lépünk be az utolsó 2 percbe, és 4 gól az előnyünk. Ezzel egy újabb nagy kalpot gyűjt a hazai gárda most tavasszal, hiszen a Becsés és a Dabas után egy megint jobban, jobb helyen álló csapat ellen nyernek hazai pályán. El kell dobni, mert passzív. Egyel tovább ment a húzás. De már másfél perc sincs hátra. Ősszel 27-27 volt Pécsem. Most tehát útban a újabb 2 pont felé a hazai gárda, és akkor a Pécsen 3 ponttal zárjuk az idényt. Hidasi nagyon szépen lövi el. Sánc mellett, alatt 26-23. És most már 50 másodperc van hátra. Ha ügyesen csináljuk, akkor végig nálunk maradhat a labda. És akkor még egy gól is belefér, és akkor itthon is meg lesz a 27 lőtt gól. Egy forduló van még hátra a bajnokságból. Győrben zárja az idényt a tatai gárda. Nagyon hamar föltették a kezüket a bírók. Még van egy fél perc. A tisztességesebb vereségért játszik a vendégcsapat. Ez akár belemenés is lehetett volna, de még mindig van 15 másodpercig. Közben törölni kell. A második félidőben rengeteget állt a játék. Nagyon hosszú lett így a
második félidő szerintem közel 40 perchez áll az óra. 17 másodperccel a vége előtt ezt végigvihetik, akár az utolsó másodpercben is ellőhetik. Nem az utolsó másodpercben, hamarabb. Megint Pető, gyors egymás utánban hármat dobott, és akkor nincs tovább. Ez volt a vége. A TASZ óriási küzdelemben, nagyon jó első fél idő után egy kevésbé jó másodikkal 26-24-re győzött. Gratulálok a győzelemhez, nagyon jó első fél idő volt, bár akkor is kérdés volt, hogy meddig lehet bírni ezt a verekedős védekezést. Köszönjük szépen, minden esetre nagyon fontos győzelem volt számunkra, úgy gondolom. Helyenként jól is játszottunk, de hát a mérkőzésnek az örök tanúsága, hogy 60 percig tart. 60 percig tart, de mondom még egyszer, számomra kérdés volt, hogy meddig lehet bírni, mert igazából ez egy verekedős meccs volt. Igen, tehát ezt tudtuk az ellenféllel, a Pécs ellen már az első mérkőzésen, ott is egy hasonló stílusú találkozót játszottunk, most is erre készültünk. Úgy gondolom, hogy egy picit a második fél időben a koncentrációnk alább hagyott helyenként, ha természetesen nincs a sportban, a kézilabdában sem ha, de úgy gondolom, hogy a második fél idő első harmadában is megvoltak a helyzeteink, és hogyha ott 7-8 gólnál, 7 gólnál belőttük volna az ittszereinket, akkor ezt el tudtuk volna dönteni. Egy picit magunkra hoztuk az ellenfelet, és hát így újabb tartalékokat kellett mozgósítanunk. Ráadásul én úgy érzem, hogy néha a játékvezetők sem mértek egyenlő kézzel, hiszen azért az a 6-2-es kiállításán ez nem feri a valóságot, úgy érzem. Hát igen, ezzel nem szoktam velük foglalkozni, sem győztes, sem vesztes mérkőzés után. Nekem is egy picit olyan érzésem volt, hogy a hasonló faltokat másképp ítélték meg nálunk, és másképp az ellenfélnél. A másik fél időben a koncentráció mellett gondolom, hogy kicsit a fáradtság is már belejátszott, hiszen még egyszer mondom, ez a védekezés, ez fantasztikus volt, hiszen első fél időben 8 gólon tartottuk őket. Igen, tehát az sokat kivett, bár azt mondom, hogy bírnunk kellett volna, mert minden pozícióban rendelkeztünk két emberrel. Helyenként a belső védőink egy kicsit elfáradtak, ott leszorultunk, könnyedebb átlövés gólokat kaptunk. Azt gondolom, hogy fejben nem voltunk ott. Bírnunk kellett volna hasonlóan. Tehát. Ráadásul rengeteg zicser maradt ki, és láttam, hogy nagyon ráncoltan a homlokodott. Igen, főleg azért a hibázás az benne van a kézilabdában, tehát nekem nem ebből kifolyólag. Csupán akkor, amikor megbeszélünk bizonyos dolgokat, és éppen a szünetben azt, hogy a kis Gubica fog védeni, ő milyen stílusba véd, hát pont azt lőttük, amit megbeszéltünk, hogy ne lőjünk. Tehát ez igen, egy kicsit megbosszulta magát, úgy gondolom. Aztán gondolom a taktika is benne volt abban, hogy az öreg Cséna Tibit behoztad kapuba. Igen, talán a Máté is egy picit kiszolgáltatottabb helyzetbe került, a Tibi pedig hát a maga rutinjával igen fontos labdákat fogott akkor, amikor kellett. Ebben volt zicser és átlövés is, elsősorban az zicserek voltak azok, amelyeket a bravúr kategóriájába tartoznak. A továbbiakban beszámolót láthatnak a nagy sportág választóról. Tíz évvel ezelőtt rendezték meg először hazánkban a nagy sportág választó eseményt, aminek az volt a lényege, hogy egyszerre, egy helyen minél több sportág mutassa meg magát, ezzel is megkönnyítve a szülők, gyerekek dolgát a választásban. Évről évre nagyobb siker volt, nőtt a sportágok és a látogatók száma. Talán nem véletlen, hogy 5 évvel ezelőtt Tatán is felvetődött a gondolat egy ilyen rendezvény megszervezésére. A TASZ már próbálkozott saját szervezésben, de az inkább a saját sportoló létszám növelés miatt volt. Aztán 2014-ben az edzőtáborban sor került az első tatai nagy sportág választóra, ahol közel 30 sportág volt jelen. Jól fogadták az iskolák, óvodák, és több mint 2000 résztvevő gyűlt össze. Az önkormányzat, a TASZ, a Nemzeti Sportközpontok és a Nagy Sportág Választó Szervező Iroda együttműködésével idén már negyedik alkalommal gyűltek össze a sportágok képviselői,
hogy bemutathassák magukat. Remek háttér előtt beszélgetünk, hiszen megtelt a negyedik tatai nagysportág választó füves területe. Milyen érzés most már negyedik alkalommal megnyitni ezt a rendezvényt? Nagyon jó érzés, főleg azért, mert három rossz idő után végre egy jó időt sikerült megrendelni, a jó Istentől megkaptuk. Nagyon örülök neki, 33 sportágat próbálhatnak ki a gyermekek. Rengetegen vannak, köszönjük az iskoláknak és az óvodáknak, hogy együttműködnek, hozzák a gyermekeket. Nagyon jó érzés látni, hogy egyenpólóban egy-egy csapat áll egy-egy sportágnál, és mindenki szurkol a másiknak, hogy kipróbálja. Nekem nagy öröm az, hogy óvodából nagyon szerintem minden tatai óvoda itt van, hiszen belőlük lehet az, aki iskolába is ki fog jönni. Így van. Azért jó a sport, mert közösségben megtanít együtt működni, együtt dolgozni, odafigyelni a másikra. És minél kisebb korban erre tanítjuk a gyermekeket, hogy tartsanak össze, figyeljenek oda a másikra, fogják meg az elesett kezét, és együtt jobb eredményt tudnak elérni, az később kihat a tanulmányaikra, és kihat majd a munkájukra. Felnőttként egy értékes, olyan embereké tudnak válni, akik tesznek másokért, és meglátják másokban az értéket. Nagyon reméljük, hogy ez a rendezvény felnyitja a szemeket, és ez irányba tereli a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Annál is inkább, mert egy helyen lehet kipróbálni gyakorlatilag mindent, tehát nem kell 600 helyre elmenni, hogy az ember megpróbáljon megnézni egy sportágat. Így van, ez a szülőknek is nagy előnyt jelent, hiszen hogyha a gyermeknek valami megtetszik, itt ingyen ki tudja próbálni. Meg tudja azt vizsgálni, hogy alkalmas-e erre a sportágra. Mindennyiunknak más a habitusa, más a testalkata, meg kell találni azt, ami legközelebb áll ehhez a két fontos elemhez. És hogyha megvan, akkor a szülő tudja pontosan, hogy hova piheti a gyermeket, hiszen itt adnak tájékoztatót, hol vannak az edzések, milyen formában lehet oda bekerülni, mik a követelmények, és milyen csapatba tud egy gyerek belépni. Ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogyha itt választ egy gyermek sportot, az hosszú időn át fogja csinálni. Az edzőtábor dobópályája, a salakos terület, a labdarúgópálya megtelt érdeklődőkkel. Pénteken a kömlődi és a kőkutis gyerekek voltak a legfürgébbek, már 9 óra körül ellették a területet. A színpad előtt a legnagyobb részt a tollas labdázók foglalták el, sőt egyre több pályát kellett felállítani, mert annyian szerettek volna játszani. Mindenki szeret tollas labdázni, ha nincs szél, akkor győztünk. Kezdtétek 6 pályával, most már szerintem 15-20 is fönn van. Igen, 20 körül van a pálya, mert ennyire kellett, és szerencsére mindig hozunk magunkkal tartalékpályákat. Ez még mindig inkább szabadidősport, a tollaslabda, vagy azért már inkább a versenysport? Tollaslabdának mindig is volt egy versenysport része, egy viszonylag szűk réteg, nagyon magas szinten játszik Magyarországon is tollaslabdát, és van egy nagyon nagy középrész, aki a gyengébb versenyzők és a szabadidős versenyzők, akik versenyszeren tollasoznak, és van egy óriási nagy réteg, aki ha meglát egy tollasütőt, meg egy hálót, akkor rögtön tollaslabdázni kezd. Ugye annak idején ez strandsportként indult háló nélkül. Igen. Ez egy nagyon érdekes, hogy aki eljön a strandsportból, ami egy kifejezetten együttműködéses dolog, hiszen egymásnak ütögetünk, azt meglepi az, hogy itt gonosznak kell lenni. Tehát amikor már pályán állunk, akkor a másik ellen játszunk, és nem együttműködünk vele. Ez egy kicsit furcsa, de 1-2 óra alatt át lehet állni, és hatalmasakat lehet játszani. Ezek szerint nyilván van ebbe ráció, hiszen ez most már olyan
pálya, olyan háló, amit bárhol, bármikor föl lehet állítani. Jaj, ez nagyon jó. Tehát amióta a technika így megváltozott, hogy mindenféle szerkezeti anyagok vannak, viszonylag olcsón lehet olyan pályákat kapni, amit bármikor előrántunk, fölállítunk 5 perc alatt, és lehet játszani, lehet teremben, lehet szabadtéren. Itt kell tanítgatni a gyerekeket, vagy az a lényeg, hogy játszanak? Ó, ebben mindenki máshogy gondolkodik, én az utóbbiba. Tehát tollas labdázni, amit mondtál, hogy a strandon mennyit ütögettünk, mindenki tud. Rosszul fog, nem úgy fogja az ütőt, ahogy egy edző tanítani, de tud tollasozni. Ha őket egy pályára állítjuk, és elmondjuk a versenyszabályokat, amik hihetetlen egyszerűek, akkor gyakorlatilag fél órán belül meccset tud mindenki játszani. És hatalmas jó. És ez nekem az első szinthez. És akkor aki kedvet kap hozzá, az mehet végig a szamár létán felfelé, tehát a csillagos ég a vége. De nagyon sok ember megkedveli, tovább megy, de az igazi nagy tömeg az itt marad ezen a szabadidős szinten. Nagyon sok olyan sportág volt, amit a gyerekek nem minden nap látnak, itt viszont ki is próbálhattak. Nem véletlen, hogy ezeknél néha komoly sorok alakultak ki. Ilyen sportág volt az íjászat is, ahol bizony várni kellett, hogy valaki íjat foghasson a kezébe. Szálltak a nyílvesszők, legtöbbször oda is ment, ahova kellett, a céltáblába. Fő célunk az, hogy a gyerekekkel ugye megismertessük ezt a sportágat, mert az íjászat kifejezetten ez a része, amit mi művelünk, az az úgynevezett tradicionális íjászat. Ugye a magyaroknak egy ősi hagyománya, hiszen már 1000 évvel ezelőtt is ezzel a fegyverrel robogott végig egész Európán a magyaroknak a serege, és mondhatjuk azt, hogy a vérünkben van. Ez a sportág. Nagyon népszerű, hiszen nagyon sokan vannak. Nehéz ez így először, amikor kézbe veszi az ember? Nagyon sok olyan visszajelzésünk van, hogy aki kívülről megnézte, hogy hát ez sokkal könnyebbnek tűnt elsőre. Igen, tehát azért az íjászat nem egyszerű sport. Nagyon nagy szellemi odafigyelést, koncentrációt igényel, hiszen ahhoz, hogy az úgynevezett tökéletes lövést megvalósítsuk, ahhoz nagyon oda kell figyelnünk. A testünket is teljes kontroll alatt kell tartanunk, és kezdve a lélegzettől elkezdve minden egyes apró porcikánkat. Tehát igen, nehéz. Nehezebb, mint ahogy kinéz. Plusz még erő is kell hozzá. Mennyi erő kell ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen éjat kihúzzon? Hát ugye mindenkinek személyre szabottan kell erőbe. Sajnos íjászatban font erőt kell, hogy mondjak, tehát az angol szász rendszer terjedt el, de személyre szabottan választunk íjat. Nagyon fontos az, hogy ne erőlködés legyen belőle, hiszen ha az ember azzal küzd, hogy egyáltalán ki tudja húzni az íjat, akkor a technikára már nem marad figyelme, és rossz lesz a lövés. Gondolom ezek most ilyen abszolút gyakorló, nem tudom, nyilak, íjak, mi a pontos megnevezés? Hát íj inkább, tehát maradjunk annál, hogy íj. Így van, tehát ugye az íjak között is van különbség, tehát aki már versenyszerűen sportol, az értelemszerűen már egy versenyre kihegyezett íjjal fog lőni, de természetesen ezekkel az íjakkal, gyakorló íjakkal is ugyanúgy bele lehet lőni a céltábla közepébe, ez végül is lényegtelen. Természetesen most ide gyengébb íjakat hoztunk, hiszen azt vártuk, hogy a fiatalabb korosztály fog kijönni és kipróbálni, de azért készültünk arra is, hogy esetleg a felnőttek is kedvet kapnak és beállnak, tanárnénik, óvónénik, vagy bárki más is jön és kipróbálja ezt a nagyszerű sportot. Ugye mondtad, hogy koncentráció, erő, stb. Milyen korba érdemes, vagy kell elkezdeni? Hát
mindenképpen óvodásoknak nem feltétlen. Tehát azért kell már hozzá egy tényleg egy odafigyelés. Én azt mondom, hogy általános iskolába, akit már elkezdi első-másodikos korban már meg lehet velük ismertetni. Értelemszerűen nekik kisebb adagokba nehezebb a koncentrációjukat ugye hosszú távon fenntartani, de első-másodikosokkal már nagyszerűen lehet dolgozni. És onnantól felfele pedig bármilyen korig. Eddig minden évben esős rendezvény volt, hiszen péntekenként vagy szombatonként mindig érkezett égi áldás. Most remek időben kereshették fel a sátrakat a gyerekek. A Faladó teremben egy különleges sportágra bukkantunk, ahol tátott szájjal figyeltek az érdeklődők. Próbálkozni kevesen mertek. Ez sportág, amit itt csináltok a háttérben? Igen, ez egy Root Fitness sportág, egészen komoly versenyek is vannak belőle. A lányok közül, akik eljöttek velem, ők közülük ketten magyar bajnokok lettek tavaly, amatőr páros kategóriában, úgyhogy abszolút sportág. Tánc egy elég pejoratív értelmet kapott néhány évvel ezelőtt, ez azért nyilván egész más. Igen, ezt próbáljuk, azért is próbáljuk kerülni a Root tánc kifejezést, inkább Root Fitness-t használunk, mert ugyan vannak táncos mozdulatok, de leginkább akrobatikus mozdulatok, illetve erőelemek és hajlékonysági elemek szerepelnek a gyakorlatokban. Mi kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen sportra vetemedjen? Én azt gondolom, hogy csak elszántság és kitartás. Nagyon sokfélék a lányok, mind testalkatban, mind korban, mind felépítésben, és ha elég kitartásuk van ehhez, akkor nagyon szép eredményeket érünk el velük. Gondolom, ez gyerekkorban érdemes elkezdeni, mit azért lehet félni. Igen, egyrészt, másrészt egy kicsit az előny, hogyha azért valamennyire, valamilyen sportágban pici tapasztalatot szerez, pici erőnlétet szerez, akkor egy kicsit gyorsabban tudunk haladni. Gyerekkorban nagyon bátrak a gyerekek, ez így van. Egy picit azért van nehezebb dolguk, egyébként meg csodálom őket, mert ugye ugyanazt a rudat a rudba kapaszkodnak, amiben mi a nagyobb kezünkkel, ők a pici kezükkel gyakorlatilag ugyanazokat a mozdulatokat megcsinálják, és semmiféle lemérzetük nincsen. Ugye itt most először vagytok a nagy sportágválasztón bemutatóval, voltak már érdeklődők? Igen, rengetegen voltak, kislányok, kisfiúk, mindenki, nagyon tetszik mindenkinek egyébként. Mindenki azzal küzd, hogy csúszik a keze, elmondjuk, hogy igen, mindenkinek csúszik először a keze. Az az első feladatunk, hogy azt megtanuljuk, hogy a kezeink erősödjenek és szorítani tudjunk, tehát hogy ne csúszunk le a rudról, hanem tapadjunk rá. Mondtad, hogy fiúk, lányok, tényleg ez női sport? Én azt gondolom, hogy azért inkább női sport, de a fiúknak is nagyon jól áll egyébként, amikor ilyen erő és akrobatikus elemeket csinálnak, az kifejezetten férfias, szépen férfias tud lenni. Minden évben az egyik legnépszerűbb a lovaglás. Ez most is így volt, kicsik és nagyok várták, hogy felülhessenek a pacik hátára. A nagyon kicsiknek egy szék is segített, hogy könnyebb legyen a ló hátára pattanni. A négylábúak békésen sétálgattak körbe-körbe. Óvodások is szép számmal vannak. Könnyű őket ilyenre megnyerni? Teljes mértékben. Szerintem nagyon örülnek a gyerekek annak, hogy olyan sportokat láthatnak és kipróbálhatnak, amire egyébként nincs lehetőségük. És hát a legnagyobb kincs szerintem az a szombati nap lesz, amikor a szülőkkel tudnak eljönni. Ha valamiben biztos voltam, abban biztos, hogy a lovaknál sor lesz. Ez így van, nagy kedvence a ló a gyerekeknek. Ugye a Bartók óvodában nem véletlen a sport, hiszen a ovi olimpiát is rendezik így, tehát ez elég sportos ovi. Igen, június 14-én várjuk az összes óvodát, reméljük, hogy el fognak jönni, meghívtuk őket, és egy nagyon jó szórakoztató és jó sportnapot töltünk ott együtt. Több éve itt vagyunk, és hát ez nagy népszerűségnek örvend ez a sportág, igen. A lovak mennyire bírják? Hát a lovak azok jól bírják, azok, akik segítőink, kevésbé, úgyhogy nagy köszönet innen is nekik.
Mitől ilyen népszerű a lovaglás, főleg a gyerekek körébe? Hát talán a természet közelisége, illetve a másik óriási nagy állattal való különleges kapcsolat, ami a lovaglás során létrejön. Ráadásul ugye most már azt mondják, hogy szinte gyógyászati célra is lehet használni a lovat. Bizony, van már egy ilyen ága is, amit bizony használnak terápiás jelleggel. Egyébként az egy külön szakma. Tehát azzal például mi a Tatai Tátos Lovasiskola, azzal nem foglalkozunk. Van a lovaglásban korhatár, amikor szabad, vagy amikor lehet elkezdeni? Igazából 4 és 5 éves kortól már ilyen séltáltatás jelleggel el lehet kezdeni. Az igazi oktatás az 6-7 éves kortól időszerű. És az, hogy pónin kezdi, vagy rendes lovon, ez jelent valami különbséget? Hát nagy különbséget nem jelent, ugyanis igazából az idomítottsági fok az, ami mérvadó a lónál, tehát hogy akár a kisebb gyerekek is tudnak ezekkel a nagyobb lovakkal bánni. De van póni lovunk is egyébként, meg relatív kisebb termetű lovakkal dolgozunk. Minden ló befogható ilyen gyerek sétáltatásra? Hát azért nem minden. Nem minden ló, ehhez azért sok évet le kell húzni magába a lovasiskolába, és különböző dolgokkal megismertetni, hogy egy ilyen inger gazdag környezetben is nyugodtan tudjanak viselkedni, ugyanis menekülő állat, tehát gyakorlatilag benne van a lóba a menekülő ösztön, és ezt bizony ki kell, hogy vetkőzze, meg kell, hogy bízzon a lovasába, vezetőjébe, és akkor tud ilyen nyugodtan viselkedni. Erre a 2 napra a Cseketalban is lehetett evezni. Ezt sokan ki is használták, a 2 kenu szinte folyamatos üzemben volt kinn a vizen. A bátrabbak egy kicsit labilisebb vízi eszközt is kipróbálhattak. Most mutatkozott be a nagy sportág választón az állószörf, mint sportág. A hideg vízre való tekintettel a gyerekek csak térdelve próbálhatták ki, és mindenki megúszta a vízbe pottyanás nélkül. Azért azt is láthatták, hogy milyen az, ha állva kell evezni. Nagyon nyugalommal magyaráztál az előbb a gyerekeknek. Nagyon figyelnek? Igen, nagyon érdeklődnek. Hú, én most csak kapkodom a fejem, tényleg. Nem számítottam ekkora érdeklődésre, de amint látható, nagyon profint csinálják már így első alkalommal, ez ritka. De igen, szeretik. Ez egyébként az állószörf nevezetű sport. Mennyire bizonytalan jószág? Így térdelve, térdelő helyzetben nagyon stabil, tehát ebből is, tehát most már azért vagy, hát lassan egy tucat gyerek rátérdelt, és egyik sem esett bele, úgyhogy viszonylag stabil, felállni nyilván első alkalommal, főleg most, hogy még azért elég hideg a víz, még nem javasolt, de az is egyébként egy fél óra után már, amikor nem túl hideg a víz nyáron, nyugodtan meg lehet próbálni felállni, ez egy nagyon egyszerű sport, tényleg egy 1/4 óra, 20 perc alatt el lehet sajátítani az alapokat. Ugye te versenyzőként mondod mindezt, mennyire nehéz megtanulni, most leszámítva ezt a 20 percet? Hát az alapokhoz tényleg rövid idő kell, versenysporthoz már azért nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát ott már nagyon oda kell figyelni a technikára, az evezőtartásra, a testtartásra, ahhoz azért sok óra gyakorlás szükséges. Meg gondolom állva bizonytalanabb. Állva igen. Ez egyébként deszkától is függ, mert nagyon sokféle deszka létezik. Vannak versenydeszkák, azok jellemzően sokkal keskenyebbek és sokkal hosszabbak, mint ezek az átlagos ilyen túradeszkák, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy milyen deszkát használunk. Várható volt, hogy népszerű lesz, ugye eleve a csónakban is nagyon sokan vannak mindig, a csekén meg nem
sokszor lehet ilyet látni. Nem, az az igazság, hogy én mindig az öreg tóra szoktam kijárni. Én nem is tudtam, hogy a Cseketón ez megengedett. Egyébként. Nem engedett meg, ez csak most engedett meg. Jó, akkor jó. Tehát az öreg tavon szoktam én is evezni, ott fantasztikusak szoktak lenni a körülmények. Itt a szél az mindig van. De ehhez nem is kell szél, tehát ez egy tévhit általában, az emberek azt hiszik, hogy ehhez hullám meg szél kell. Most az állószörfnek az a szépsége, hogy nincs szükség szélre, mert egy evezővel hajtjuk magunkat, tehát tükörsima vizen is tudjuk végezni. Ugyanakkor, hogyha van szél, akkor sokkal sportosabb az élmény, tehát az mindig egy idő után, amikor az ember már nagyon gyakorlott, akkor már kívánja is a szelet, mert akkor a legélvezetesebb. A füves területen állt a küzdősport sártól, ahol a judo, a karate és a capoeira kapott helyet. A jó idő miatt, a nyitott oldalak miatt jól látható volt, hogy mi folyik bent. Szinte állandóan teltházzal üzemelt a sátor. A legkülönlegesebb a capoeira bemutatók voltak, rengetegen álltak meg nézelődni, de sokan ki is próbálták. A nemrég alakult tatabányi csapat nem csak a sátorban, hanem a színpadon is bemutatta ezt a különleges hangulatában is egyedi sportágat. Először vagytok itt a nagy sportág választón, hogy tetszik? Igen, először vagyunk itt, nagyon-nagyon tetszik, mivel a klubunk csak tavaly szeptemberben nyílt, úgyhogy még nagyon újak vagyunk itt, hogy nagyon örülünk, hogy megtaláltak bennünket, és lehetőséget kaptunk itt föllépni. És megtaláltak benneteket? Megtaláltak bennünket, igen. Mit kell tudni a capoeiráról a tévénézőnek? Vagy mit illik tudni? Hát a capoeira, ugye ez brazil harcművészet, Brazíliából származik. Igazából az akrobatika a különböző rúgásoknak az ötvözete, ugyanúgy hozzátartozik a zene is a capoeirához. Ez tánc, vagy karate, vagy? Hát nagyon előítéletesek az emberek a capoeirával, mert sokan azt gondolják, hogy tánc, ugye ezekből az alapmozdulatokból, de valójában ez egy harcművészet, ugye ami különböző rúgásokból áll és elhajlásokból, valamint a haladó csoportban vannak akasztások, illetve ledobások. Ezek standard figurák, tehát ez állandó? Nem. nem standard. Nagyon-nagyon komplikáltak ezek maga a ledobások, azért is vannak a haladó csoportban. Ugye sokszor, hogyha látják a capoeirát a föllépésen, azt látják, hogy mennyire szép, akrobatika, meg mindent. De igazából az azért, hogy érdekes legyen az emberek számára, de az edzéseink teljesen máshogy néznek ki, valamint a versenyeink. Most, amikor időtök a kisgyerekek, nekik mi tetszett ebből? Nekik, én úgy gondolom, hogy a zene az, ami először megfogja őket, ugye a taps, meg maga a hangszerek, hogy ugye nagyon-nagyon érdekes, valamint a mozgáskultúra az, ami megfogja őket, hogy ez a táncos mozdulatok, valamint az alaprúgások az, ami tetszik nekik. Mennyire voltak ügyesek így elsőre? Nagyon-nagyon ügyesek voltak. Na, sokszor meglepődtünk, de látni azt, hogyha valakinek van sport múltja, ott a mozgáskultúra kicsit más, ugye könnyebben csinálja a dolgokat, de foglalkozunk teljesen kezdőkkel is, úgyhogy nekünk ez nem probléma. Yeah.
Nagyon népszerű hely volt az evezősök sátra, pontosabban a sátor előtt álló két evezőpad. Biztos, hogy nagyon sok kilométert tettek bele, akik kipróbálták. Szinte egész nap megállás nélkül jöttek a gyerekek, volt, aki csak éppen húzott néhányat, de olyanok is akadtak, akik komoly távolságot megtettek, legalábbis a kijelző alapján. Nagyon népszerű mind a két pad. Igen, egyfolytában teljes kapacitáson fut, nagyon bejön a gyerekeknek valamiért. Szeretnek elfáradni. Kell hozzá valami tudás, hogy valaki beleüljön? Igen, kell hozzá bizonyos koordináció képesség, tehát eléggé összetett a mozgás, oda kell figyelni külön a lábra, külön a kézre, hogy mozog, gyakorolni kell sokat. Mennyit evezgetnek így? Már mind ők. Hát igazából csak pár percet, nagyon sokan vannak, de amúgy, hogyha mondjuk edzésképpen egy olyan 3-4 kilométert szoktunk leevezni egy edzés alatt. Az időbe itt mit jelent? Hát van 500 kilométer, vagy 500 méter az megvan egy olyan két perc alatt, talán kicsit több. És akkor nyilván, hogy fárad az ember, úgy kicsit gyorsabb az idő, vagy tovább tart a dolog. Egyesületnél tudtok még fogadni gyerekeket? Igen, még tudunk fogadni, bár azért nem végtelen számok, tehát nincs is olyan sok hajónk. Mindig ilyen forgásban vannak, amikor az egyik kisgyerek befejezi, akkor beleül a másik. Pár embert még ilyen tudunk fogadni. Nehéz volt? Nem, nagyon egyszerű. Sportolsz valamit? Atlétikázni szoktam. Melyik iskolába jársz és hanyadikos vagy? A Iriszkert általános iskolába és 5. tanuló vagyok. A te osztály jött, azért sokan jöttetek. Igen, az egész osztály jött. És többiek merre vannak, tudod? Nem pontosan, de szerintem vannak ott a egykerekűnél, meg a kosárlabdázásoknál. És te mit próbáltál még ki? Hát lovagoltam, meg ezt csináltam. Összességében ismét elmondhatták a szervezők, hogy megérte összefogni ezért a tatai nagy sportág választóért, hiszen ismét bebizonyosodott, hogy van igény az ilyen jellegű rendezvényekre. Az időjárás is segített, pénteken kifejezetten meleg volt. Előzetes következő műsorunkból. Kyokushinkai karata versenyt rendeztek Tatán. Tudósítás a TAC oroszlány labdarúgó mérkőzésről. Az időjárás is kedvezett a tófutásnak. Bocsa versenyt rendeztek a sportcsarnokban. Bajnok lett a TAC asztali tenisz csapata.